Azon is cuccok a videós boltban. Ez a gyerek vlogokban nagyon ott van. Ha az élet megvető, feldobja a kedved. Nézzél be a naszhoz, már ez legyen a terve. Na sziasztok mindenki, itt van velünk anya. Sziasztok! Ma egy érdekes videót hoztunk el nektek, ugyanis Instagram story-ba kitettem, hogy írjatok ötleteket, hogy anyával milyen videót csináljunk, és sokan írtátok, hogy főzős videó legyen, anya mondani fogja nekem, hogy mit csináljak, úgyhogy én fogom elkészíteni a mai ebédet, és mit fogunk csinálni, anya? Tejszínes gombamártást csirkemellel és köretnek rizssel. Ezt nem lehet elrontani. Arra mi is ebédel. Igen, úgyhogy most az Ádikáik is ebbeztek, meg apa is. Remélem, hogy nem fogom elrontani. Anya a kamera mögül fogja mondani az instrukciókat, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fogtok szórakozni. Ha szeretettel készítem, akkor jó lesz. Jó, akkor kezdjük is. Anya már igazából összekészítette nekem ide a dolgokat, hogy azért ezeket ne kelljen nem nekem. Nem találná meg a mondját. Úgyhogy előkészítette. Az első állomásunk az itt lesz. Mit kell itt először csinálni, anya? Csirke mellett felszeletelni. Jó. Ha ma este nincs meg a csirkevadászatban, a csirke itt most itt van. Csirke mell felszeletelés. Ez múltkor problémát okozott nekem egy kicsit, de most már... De most meglátjuk. Jó, este már megmostam a csirke mellett, azt lehet, hogy ez. Ja, biztos, ilyet is kül. Ezen kell dolgozni. Igen. Jó, itt vannak a csirke mellett, hagymát is kell majd pucolni. Igen, de jó. Először a csirke mellett vékony szeletekre szeletelt fel. Jó, ezzel? Tényleg nem tudok főzni, úgyhogy nézzétek kerekem, mennyi van belőle. Azért egyszerű dolgot választottam, mert most, hogyha ilyen brokk, azt se tudja, mi az a brokk. Oké, meg a hagyma. Igen. De... ezt kell főszeletelni. Igen. És akkor oda készítettem egy tányért, amiben majd... letehet. Az a tányért. Jó. Hát elvágom az ujjamat! Mennyire vékony szeletekre, anyám? Úgy jó lesz. És az egészet így fő kell vágni? Igen. Aztán majd befűszerezni. Az úgy tökéletes. Tökéletes? Ennyi. Tanítani kéne. Tanítani kéne. Jó. És hát tehát nem baj, ha vastagabb, úgyis megesszük, nem? Persze. Rá a csirke mell az átsül gyorsan. Köszönöm anyám, hogy benne van ebben a videóban, mert tényleg... jó, azért. Én vagyok. Nem baj, a kiukak? Hát akkor egy kicsit úgy várt, hogy oké, hogy vastagabbra. Ja, jó. Különben a Vivi sajnálhatja, hogy nincs itthon, mert a tejszínes gombamártás a kedvenc. Az a kedvence? Az a kedvence, igen. No, ez vagány az lett. Teljesen. Ez vagány lett, jó van. De mi van ilyen sok érte? És akkor ezzel mit kezdjek, hogy közé tegyük? Akkor azt vágd el úgy, úgy, igen. És akkor szerintem, a, ami felén van, az teljesen jó. Oksa. És ez? Azt majd egy kicsit megklopfolod. Az mit jelent? Ütögetni. Igen. Jó. Ott van az a nejlon, hogy ne... mi kell nejlon? Azért, tenni? Hogy a hús ne... menjen szét. Ja, így? Hát én beleszoktam. Úgy, hogy alul is zacskóba. Jó nagy zacskóba. Azért ne nagyot csapjál rá. Ezt Ádika szokta különben csinálni, mert szeret segíteni. És akkor egy kicsit megklokkolod. Jó. És akkor ez már jó is? Igen, így van. Jó. És akkor jöhet a többi. Jöhet a többi. Te szoktál hogy énekelni főzés közben? Vagy bulizni szoktál? Én szeretem szoktam hallgatni. Jó, amúgy ez a családnak szerintem az egyik kedvenc kajája. Igen. Ez a gombamártás annyira jó. Nagyon ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. És ezt nyersen nagyon meg lehet tenni? Nem? Nem próbáltam. Úgyhogy kedves nézők, meghívhattok szakásnak hozzátok. Hát itthon is főzhetné többször. Egyszer főztem, a csatornán is volt. Igen, az nagyon jó. Az is ilyen csirkemell volt, és volt rajta valami cucc. Na, és mondd el a nézőknek olyan, hogy ennek mennyi az elkészítési ideje körülbelül. Hát a Daninak majd másfél óra lesz. Én fél óra alatt meg vagyok. Én már öntöttem ki a fűszerből. Köszi, ennyi kell. Nem annyi kell. Nem ennyi kell? Hát akkor mi öntötték ennyit? Szórod. Másik mind a két felé. Nem, a következőnek már nem kell, mert ahogy ráteszed, ennyi. Összeizélődik és átadja az ízt. Így van, és nem hát, is sok.
És akkor a majd az utána lévő mosogatás is a tiéd. Micsoda? Arra nem volt szó. És az a helyzet, hogy én egyszerre szoktam sütni a húst, meg csinálom a gombamártást, meg csinálom a rist, de ez nálam most ez esélytelen lesz. Igen. Úgyhogy szerintem először süsd meg a húst. Igen. Jó, okay. Egy nagyon minimális olajat öntöttem bele. Igen, azt tudni kell, hogy ezt nem én csináltam. Igen, és akkor majd várunk egy kicsit, és hirtelen átsütjük a csirke mellett. Az mit jelent, hogy hirtelen? Akkor el is el lehet rontani? Nem. Megfoghatod nyugodtan kézzel, nem fog fröccsögni, és úgy szépen belefekteted a... Nem úgy, mintha csirkemájat csináltam volna, és mindjárt... Nem! Ez pedig videóban láttam. És akkor most ráteheted a fedőt, meg fog egy kicsit párolódni, és utána elkezd sülni. Jó, ez nagyon vagány. Jó, olyan fűszerezést kapott anya, hogy nagyon jó lesz. Különben ilyenkor már a hús meg is fordíthatod. Tényleg? Igen. Jó, gyorsabban mozogják. Fordíts meg. És hogy úgy kell? Hát úgy. Anya, nem fordul, megfordul. Ugye milyen szép? Szépen állt. Aha. Nem sült még rá. Összement a húsom. Anya! És akkor meg is kéne mosni a hagymát. Tényleg? Igen. Hagymácska. Jó, akkor most kockázd fel, kis kockázd. De az ujjadra vigyázz. Kockázni a hagymát, hogy kő? Hú, nagyon béna vagyok, anya. Tessék. Nagyon jó. Oké, oké, oké. És akkor azért a hús nem állt megnézni, kisfiam, hogy nehogy odaégjen. Jó. Fordíthatsz rajta. Ha megint? Igen. És akkor lesz jó, ha egy kicsit így megpirosodik. De a húst is hátra rakhatod. Ahogy ezt neked... Most szórakozz, anya? Hát az egyszerű. Most mit csinálsz? Hát... Vedd el a húst. Bum! Nem, már megijedtem az ujjamat! Na most már sülahúsi, hallom? Itt vagyok, ennyi elég? Nem, még! Így? Még egy kicsit rakja. Még ugyanennyit, jó? Ebéd után ablaktisztítás. A hagyma így sisteregni. Igen. Akkor vedd le takarékra, és akkor kevergesd, jó? Jó. Úgyhogy a hús, meg a gombamártást még megcsinálom, utána átadom anyjának a... Azt akartam mondani, hogy ilyenkor én már a rist is csinálom. Ja, igen, hogy rist, azt átadom anyjának, mert én nem tudom, hogy én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hosszú munka folyamat. Ez 10 percet csinálom. Hát igen. Nem semmi. Írjátok le kommentbe, hogy nektek mi a kedvenc kajátok, amit szerettek csinálni, aki már főzött természetesen. Jó anyám, az egész gombát bele kell majd önteni? Igen. Ha üveges a hagyma. És mi van üveges? Látom. Hát én sem látom. Na nézd meg. Hát nem tudom, hogy üveges-e. Nehogy megégesd. És a hús, érzem az illatát. Igen. Nem jó még? Szedjem ki. Mutasd. Emelj föl egyet. Fordítsd meg a hús. Igen, jó. Ez már jó lesz. Kész van a húsom. Merje, ami vastagabb, azt még fordítsd meg, hogy a másik oldala is. Hát most... Jaj, anya megégetett! Nadi, azért, mert a fedőről a pára, ami lecsapódott, hallod azt a fedőt rak félre, mert arról sem a víz. Anya, hát megtámadott. Már le azt a fedőt a kezed. Na, úgy. Okay. És na, akkor... beleöntetem a gombát, ne? Nem? Először rakd bele a húst a serpenyőbe. De kézzel, és akkor egyszerűbb, meg gyorsabb. Anyó! Ne, azt is vedd le, mert meg fog égni, és az nem lesz jó. Ne, arra elzárod, amarra, fordít. Hát elzártad. És ezt is? Azt is. Ez merre? A konyha felé. Arra van takarékon. Úgy jó? Anya! Ha te gyors kaját akarsz majd egyszer csinálni valakinek, akkor rendelj egy rizst. Ez durva! A rizst biztos megégetni. Nem is az! Nem is az!
És ha újból, mert ugye most már elhűlt. Igen. És most nem fog... De már üveges anya. Jó, de most meg kell várni, még újra felmelegedik. Közben ezt a húst, amit beleraktál, megfordíthatod. Azt a tényleg? Hú, ma piros anya. Ez ma gyorsan megsül. Ez gyorsabban sül, igen, a második. Ah, de jó illata van. Hát mondom én, hogy szakács vagyok. Kóstolom, és anya nem szereti, amikor beleeszek a kajába. Anya. 10-ből 20. Gyerekek, úgyhogy az én munkám szerintem ennyi volt. Ezt így kell csinálni. Megégettem többször, de szerintem az első sülés nagyon jó néz ki, úgyhogy köszönöm szépen anyának az instrukciókat. Remélem, hogy jót szórakoztatok. Úgyhogy sziasztok! Köszönöm szépen anyának még egyszer. Hát szerencsétlenkedtem sokat. Hát nem baj. Mindenki így kezdi, én is így kezdtem valamikor. Úgyhogy, de szóval finom lett anya, finom lett. Megkóstoltam. Majd megmutatjuk a végeredményt. Most igen. Megcsinálom a rist hozzá, igen. Meg befejezem, mert ez... Igen. Én csak fél munkát végeztem. Úgyhogy köszönjük szépen anya. Ha szeretnétek még mondom ilyen videót, akkor nyomjatok rá egy lájkot. És köszönjük anyának, hogy itt volt. Sziasztok! Köszönöm én is. Sziasztok! Sziasztok.